Üdv mindenkinek, G.B. Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 144. epizódja. A történelmet mindig a győztesek írják. Az alábbi híres hírhet Bonaparte Napóleontól származó idézetet azt hiszem mindenki ismeri, és bizony a francia hadvezér ezen megállapítása a mai napig is érvényes. A történet tudomány szerint ezen mondat azt jelenti, hogy egyes emberek számára a történelemírás egyik legfontosabb célja a propaganda. A historográfia nem könnyű tudomány, hiszen bizonyos események korabeli elbeszélése nem feltétlenül objektív, sok esetben egy történelmi esemény csak egy szemszögből van elmesélve, a másik oldalt sokszor elfelejtik bemutatni, megemlíteni. Ennek ellenére számos történelmi eseményről tájékozódhatunk krónikákból, korabeli történetírók feljegyzéseiből, napló bejegyzésekből, személyes levelekből, de akár tárgyi emlékekből, régészeti leletekből is. Azonban néhány esetben úgy tűnik, híres, Hollywoodi forgatókönyvírók, producerek, rendezők nem igazán akarnak tudomást venni a reális, hűábrázolás módról némely történelmi mozzanattal kapcsolatban ebből fakad, hogy Napóleon szálló igévé vált mondatát akár az alábbiakra is átírhatnánk. A történelmet néha Hollywood írja. Lehet, hogy kisé túlzásnak tűnik az előbbi mondat, de bizony egyes rendezők a művészi szabadságra hivatkozva nem egyszer tévesen, sőt gátlástalanul mutatnak be filmjeiken keresztül olyan igaznak beállított sztorikat, melyek egyébként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Ugyan vetődhet fel a kérdés, mi a gond azzal, ha esetleg egy-egy filmben, műalkotásban kicsit megmásítanak egy valós eseményt. Alapvetően előfordulnak nem feltétlenül egetrengetően káros hibák. Például a gladiátorban reneszánsz motívumok jelennek meg az ókori Rómában, vagy a 2006-os Apokaliptó című filmben 600 évvel korábban történik Mexikó spanyolok által történő meghódítása viszont például David Ward Griffiths, amerikai filmrendező, az 1915-ben megjelenő egy nemzet születése című filmjében a hírhet Ku Klux Klan nevű társaságot dicsőíti, hősként állítja be a fehér felsőbbrendűséget hirdető embereket, akik az amerikai értékek megőrzéséért harcolnak. A filmben megjelenő feketék ezzel szemben primitív, szexuális ragadozóként vannak ábrázolva. Így már egész más a helyzet, nem igaz? Történészek szerint, ha egy olyan alkotásról van szó, mely a történelem egy bizonyos szegmensét vagy történelmi személyiségét mutatja be, a rendezőknek igenis kötelező betartani a hitelességet, még akkor is, ha esetleg fiktív elemekkel megtolják a játékidőt, ugyanis a nézőnek tisztában kell lennie azzal, hogy kaland, történelmi, életrajzi vagy éppen szerzői filmet néze éppen. Ugyanis a hollywoodi filmek sokkal könnyebben eljutnak az emberekhez, mint a valós történelmi események. Számos ilyen filmet meg lehetne említeni az előzőeken kívül, mint például az 1995-ös Rettenthetetlen, a 2004-es Troját, vagy az 1998-as Ryan közlegény megmentését, mely alkotás történészek szerint hemzseg a történelmi pontatlanságoktól de mivel jó magam nem szeretnék szőrszál hasogató lenni, én azt a három alkotást választottam ki részletesebb bemutatásra, melyek talán a legfelháborítóbban írták át, vagy nem vették figyelembe a valóságot, ezáltal igen komoly zűrzavart okozva a nézők fejében, hamis vagy nem bizonyított információkat elültetve. Ha korábban láttad mindhárom művet, de esetleg nem néztél utána a történelmi tényeknek velük kapcsolatban, akkor most garantáltan meg fogsz lepődni. Készen álltok? Kezdhetünk? Figyelem! Felvétel! Kétségtelen, hogy Frank Miller, amerikai képregényíró, 1998-ban megjelenő részes 300 című képregényének, majd az abból 2007-ben azonos címmel elkészült filmnek hála, a Krisztus előtt 480-ban lezajló termopülai csata talán az egyik legismertebb összecsapássá vált, mely a görög és óperzsa hadseregek között zajlott le. Többször említettem már, én nem igazán kedvelem a túlhájpolt filmeket, megvalom őszintén, engem azokban az időkben kicsit idegesített is, hogy mindenki erről a filmről beszélt, mindenhonnan áradtak a filmmel kapcsolatos mémek, és minden egyes alkalommal a falra tudtam volna mászni, ahányszor csak meghallottam az alábbi mondatot. Ez, ez, de mivel nagyon szeretem a görög és alapvetően az összes kultúra mondavilágát, mindig is érdekelt a termopülai csata vajon valóság, vagy inkább fikció. Ez sokakat nem különösebben izgatott, és harsányan zengték Leonidas és 300 spártai katonájának dicsőségét, ahogyan ez a Zack Snyder által rendezett 2007-es filmben is ábrázolva van. A gondot kezdődik, hogy a teljes hadsereg nem is 300 főből állt. Mielőtt belemerülünk a részletekbe, néhány mondatban ismerjük meg magának a termopülai csatának a körülményeit. Az aténi Miltiádész Tyrannosz maratonnál elsöprő győzelmet aratott Dareios Perzsa király ellen Krisztus előtt 490-ben, a perzsák pedig ezután tíz évre visszavonultak, és eszük ágában sem volt újra megrohamozni a görög félszigetet. Azonban tíz év múlva Dareios utódja, elsők szerkszész hatalmas seregével útnak indult Hellász meghódítására. Erről tudomást szerezve a görög első Leonidász spártai király hadaival a termopülai szoroshoz vonultak, mely a tenger és a meredek hegyoldal között helyezkedett el. A szoros bejárata mindössze két és fél méter széles volt, a közepén pedig 15 méter, ami védekező szempontból ideális helyszín volt, hiszen a perzsák nem tudtak széles arcvonalakat alkotni, illetve az íjászok bevetése is nehézkes volt. Az ellenálló görög hadak két napon keresztül sikeresen védekeztek, azonban Xerxész katonái egy áruló göröktől megtudták, hogy egy titkos keskeny hegyi úton hátba tudják támadni Leonidaszt és csapatait. Ezután a perzsák lemészárolták Leonidást és 300 spártai harcosát, akiknek bátorsága és önfeláldozása mindenkit lenyűgözött. Talán volt olyan is, aki pityerekve állt fel a moziszékből, miután megtekintette a már-már túlzóan szentimentálisan ábrázolt Leonidás és harcosainak történetét a 300 című filmen keresztül. No de mi az igazság? A helyzet az, hogy keveset tudunk, és azt sem biztosan. Az ütközetről nem maradtak fent kortárs feljegyzések, a legfőbb információk Hérodotosztól, a híres történésztől származnak, aki azonban közel 30 évvel a csata után gyűjtött össze anyagokat a termopülai csatáról, ezen anyagok pedig nagy részt a népi mondákból, elbeszélésekből kerültek ki. Az 1930-as években régészek a szorost vizsgálva megállapították, a csata valóban lezajlott, ugyanis a helyszínen talált számos lelet, illetve anatóliai mintájú nyílhegyek szolgálnak erre bizonyítékul, minden mást a mitoszokból, illetve Hérodotosz dokumentálása alapján kellett kibogozni, mi is történt pontosan. A legelső probléma a hadseregek létszáma. Bár Hérodotosz Xerxes seregét közel két milliósra becsüli, történészek szerint képtelenség lett volna ennyi embert összetoborozni, ráadásul az ellátásukat is folyamatosan biztosítani kellett volna. Manapság szakértők úgy gondolják, a perzsa hadsereg legfeljebb 150 ezer, 200 ezer tagból állhatott. Még nagyobb a ferdítés a görögök létszáma körül. Az elbeszélések, illetve maga a film is Leonidaszt és 300 spártai testőrét emeli dicsfénybe, holott a görög hadsereg taglétszáma körülbelül 7000 tagot számlált, ezt több korabeli forrás is megerősíti. A 7000-ből valóban 300 spártai volt, ők Leonidas testőrei, azonban voltak köztük tébai és teszpiai harcosok is. Szintén tévhit, miszerint csak a 300 spártai harcos maradt legvégül a szorosban. Amikor Leonidas látta, hogy a perzsák cselhez folyamodtak, elrendelte a teljes visszavonulást, azonban 300 testőre, 700 teszpiai és 400 tébai katona maradt vele a szoros megvédelmezésére, tehát már a kezdetektől fogva szó sem volt csak 300 spártai harcosról. Az áruló személye, aki bemutatta a perzsáknak a titkos hegyi ösvényt, szintén rejtély. A mondákban és a filmben is egy bizonyos efiáltész az áruló, azonban mivel efiáltész a feljegyzésekben, mondákban sokszor eltérő külső jegyekkel tűnik fel, ezért félig meddig egy mitikus alaknak tekinthető. A filmben úgy jelenik meg Leonidas és a spártaiak, mint a bátor, demokratikus görögök, míg a perzsákot zsarnokoknak, elnyomóknak, rabszolgatartó népnek mutatja be. Holott az óperzsa birodalom sohasem volt rabszolgatartó állam, a perzsáknál tiltott volt a rabszolga kereskedelem. Ezzel szemben például Aténban igen erőteljesen folyt a rabszolgatartás, becslések szerint akkoriban több százezret kitehetett a görögországban raboskodó szolgák száma, sőt a görög hadseregekben is számos rabszolga harcolt, ők voltak a helóták. A filmben szintén tévesen mutatják be, miszerint a spártaiak az életképtelennek ítélt gyermekeket ledobták a spárta közelében álló Taigetos hegyről. A valamilyen testi fogyatékossággal született gyermekről a vének tanácsa döntött. Ha úgy határoztak, a szülők nem nevelhetik fel, akkor a csecsemőt az úgynevezett kitevés helyére, a Taigetos lábánál fekvő apotetaira vitték, és ott hagyták, ezáltal adva a gyermeknek egy új esélyt ugyanis a kitevés helyét mindenki ismerte, így azoknak, akiknek nem volt gyermekük, kiártak oda, és magukkal vitték a magára hagyott csecsemőt. Szintén érdekes, hogy a Gerard Butler által megjelenített Leonidas gúnyolódik az aténiakon, homokosoknak nevezi őket, holott a spártaiak erotizálták legelőször a testedzést a mesztelen gyakorlatozással, és ők kenték be először a fiatal fiúk testét olajjal, kiemelve a férfi test szépségét. Ennek ellenére, bár rengeteg kérdőjel maradt az utókor számára a termopülai csata kapcsán, a történet egyik legfontosabb tanulsága örökérvényű. A szabadságért mindig érdemes küzdeni, bármekkora is a túlerő. Ezen fejezettel egyáltalán nem kicsinyíteni szerettem volna Leonidas vagy harcosainak bátorságát, de azt hiszem nem korrekt, ha az emberek vagy egy film, műalkotás csak a 300 spártairól emlékszik meg. Ráadásul úgy, hogy a teljes, pontos eseményeket, a csata teljes menetének minden mozanatát sosem fogjuk pontosan megtudni. Ebből fakadóan a 2007-es 300 inkább egy fantazi, semmi történelmi film, minden esetre talán az egyik legszebb görög szállóige ezen csatából származik, mely a spártaiak tiszteletére emelt síremléken olvasható. Itt fekszünk, vándor, vitt hírül a spártaiaknak. Megcselekedtük amit megkövetelt a haza. Az 1995-ben megjelent Walt Disney által készített animációs film elképesztő sikert aratott, két Oscar díjjal lett jutalmazva, és több mint 346 millió dollár bevételt termelt. A nézők újontak, és a Pocahontas úgy vonult be a film történelembe, mint egy alkotása barátságról, szerelemről igaz szeretetről. A sikerhez nagyrészt az is hozzájárult, hogy a film egy valós esemény dolgozott fel, ezáltal az emberek még jobban imádták, és a fajok közti egyenlőséget prezentáló, a szeretet mindent felülmúló erejét bemutató rajzfilmként híresült el a közönség köreiben. Valóban nagyon aranyos alkotás és profi munka, ami a megvalósítást illeti, a baj csak az, hogy a valóságban szinte semmi sem úgy történt, mint azt láthatjuk a képernyőn. A filmben egykoron valóban létező történelmi személyek vannak ábrázolva, sőt, egy az 1600-as évek elején megtörtént eset iklette az egész estés mozifilmet. Az új világba angol telepesek érkeznek, köztük egy John Smith nevű férfi. Pocahontas a fiatal indián lány törzsének tilalma ellenére találkozgatni kezd John Smith-szel, és oldhatatlan szerelemre lobbannak egymás iránt. A film az angol telepesek és az indiánok közötti ellentétekről szól, illetve a hányatott sorsú páros őszinte szerelméről, akik igyekeznek békét teremteni az egzotikus újvilág új és régi lakói között. A legenda szerint Pocahontas mentette meg John Smith-t, miután fogságba ejtették az indiánok oly módon, hogy testével védte meg szerelmét apja elől. Valóban nagyon megható és romantikus történet, lássuk, mi az igazság az imént hallottakból. Az újkori gyarmatosítás a 15. század végén kezdődött el, amikor a nemzeti államok a határaikon túleső idegen területek megszállását, azok lakóinak leigázását, természeti kincseinek kiaknázását, kizsákmányolását követték el. A legfőbb gyarmatosítók eleinte a spanyolok és portugálok voltak, később a hollandok, az angolok és a franciák ezek a betolakodó telepesek fai fölényt éreztek magukban az idegen területeken élő őslakosok iránt. Ezen apropóból érkezett körülbelül 100 telepes 1607-ben a mai Amerikában található Virginia állam területére, amit akkor az indiánok szenokomokónak hívtak, és a telepesek megalapították Jamestown városát. Ezen telepesek között volt egy John Smith nevű férfi, aki később naplójában számolt be az itt történő eseményekről a környéken ekkor több mint 30 algóni nyelven beszélő indián törzsért, ezen törzsek vezetője Vahun indián főnök volt, ismertebb nevén Páhatan főnök. Számos gyermeke született az idők során, köztük az a lány is, akit a Disney 95-ös filmjében Pocahontasként ismerünk meg. Az első gond az, hogy a lányt valójában Matoakának hívták. Ezen időkben az indiánok, ahogy cseperettek, változtatták a nevüket, a Pocahontas a lány csecsemőkori neve volt, később a Monute, végül Matoaka néven hívták, melynek jelentése virág a két patak között. Matoaka körülbelül 1596-ban születhetett, tehát 11 éves volt, amikor John Smith és a telepesek megérkeztek az új világba. A telepeseket az indiánok egy része barátságosan, más részük ellenségesen fogadott, így 1607 őszén egy alkalommal a Virginia Company által megbízott John smith és néhány emberét megtámadta egy indián törzs. Mindenkit megöltek, Smith pedig a nagy páhatan törzsfűnök elé került, aki egy rituális szertartás keretében ki akarta végezni Smith-t. A férfi állítása szerint ekkor a 11 éves matalka odarohant hozzá, fejét a férfi fejére hajtotta, így megmentette a biztos haláltól, hiszen a törzsfőnök lányának közbelépése miatt megkímélte Smith életét. Azonban egyes szakértők szerint ez az esemény sosem történt meg. Először is Smith, aki, mint említettem, részletesen dokumentálta Jamestown megalapítását naplójában, egyszer sem tett erről a fantasztikus történetről említést. Ezt az állítólagos életmentést tíz évvel később egy 1617-ben írott levelében ecseteli, ami több, mint gyanús. Ráadásul az indián törzsek, köztük a mataponik vagy a pamunkik beszámoltak arról, hogy a rituális szertartásaikon, kivégzéseiken gyermekek sosem vehettek részt, így matoaka ott sem lehetett, hiszen akkor mindössze 11 éves volt. További beszámolók azt állítják, a kis matoakasz szembeszállván apjával élelmiszert vitt az éhező Jamestowni telepeseknek. Azonban Jamestown 20 mérföldnyire volt Páheten törzsétől. Nem életszerű, hogy egy 11 éves lány egyedül halomszámra hordja az élelmiszert a 100 telepesnek, ráadásul Jamestownba vízen lehetett átkelni a közel 400 kilós faragott kenuk mozgatásához felnőtt férfiakra lett volna szükség. 1608-ban és 1609-ben a telepesek egyre rosszabb körülmények közé kerültek, ezért ételt és ellátást követeltek az őslakosoktól, nem egyszer fegyverrel hadonászva. Egy mataponi törsvéli asszony a legendák szerint ezt mondta Smithnek. Kereszténynek mondod magad, de mindent elvennél tőlünk. Időközben a fiatal indián lányok a gyarmatosítók szexuális célpontjai lettek. Számos nemi erőszak történt, a gyarmatosítók egyre agresszívabban léptek föl az indiánok ellen. Amikor Matoaka 15 éves lett, már háború dúlt a védekező indiánok és az erőszakos telepesek között, akik egyre többen lettek. A háború odáig fajult, hogy 1613-ban egy Samuel Argyle nevű kapitány néhány telepessel elrabolta Matoakát törzsétől, hogy vele zsarolják Páheten főnököt, miszerint adja fel a háborút. Matoaka angol fogságban maradt, ahol a keresztény hitre és az angol szokásokra oktatták. Elterjedt, hogy a fogságban többször megerőszakolták, azonban ezen szörnyűség valótiságát nem sikerült százszázalékosan alátámasztani. Fogsága alatt ismerkedett meg egy John Rolfe nevű telepessel, akivel 1614 áprilisában össze is házasodott, később egy gyermekük született, akinek a Thomas nevet adták ez a frígy ideiglenesen békét teremtett az indiánok és a telepesek között. Matoaka pedig 1616-ban Angliába utazott férjével, John rolfe akinek sikerült értékes dohányültetvényeket teremtenie Jamestownban, azonban ekkora éppen pénzszűkébe került, ezért a kis Matoakát használta fel egy üzleti vállalkozáshoz. Angliában az indián lányt pénzért, mint egy egzotikus látványosságot mutogatták, gicses, királyi öltözékeket aggattak rá, ő volt az élő újdonság egy távoli földről származó különös teremtmény. Matoaka, az első indián, aki Európába látogatott, idegen földön halt meg. 1617 márciusában ismeretlen okból 21 évesen elhunyt, állítólag valamiféle betegségben, hiszen szervezete nem ismerte az európai emberek korságait. Nagyon röviden ez volna az a történet, amit a Disney 95-ben oly romantikusan mutatott be a nézőknek holott a valóságban romantika helyett kizsákmányolás, háború, gyilkosság és erőszak dominált a históriában. Pocahontas, azaz Matoaka a béke, a fajok közötti egyetértés szimbólumává vált. Camilla Townsend, a Rutgers Egyetem történelem professzora, aki könyvet is írt Pocahontas igaz történetéről elmondta, hogy Pocahontas elterjedt, hamis története érthető módon az indiánok között sosem volt népszerű, amikor kutatásai során beszélt az indiánok virginiai tanácsával, azok azt mondták neki, már nagyon unják a lelkes fehér embereket, akik hátba veregetik magukat, matóak a története miatt, akit úgy állítottak be, mint aki szereti és csodálja a keresztény kult Túrát. ezáltal igyekeznek háttérbe szorítani azt, hogy a gyarmatosítók mennyi rosszat tettek az őslakosokkal. Camilla Townsett kitér arra is, az indiánoknak valójában micsora szörnyűségekkel kellett szembenézniük a telepesek feltűnésekor, hiszen a világtörténelem egyik legnagyobb népírtása zajlott ezen időszakban. Hollywoodnak viszont egy bájos, szerelmi történetre futotta az 1995-ös Pocahontas film keretében. a 2000-ben megjelenő epikus történelmi háborús film a hazafi három oszkár díjra is jelölve lett, és az emberek, legfőképpen az amerikaiak lelkes mosolyal az arcukon figyelték az amerikai hőst, aki egy szál lobogóval rohan előre, megfutamítja a gonosz briteket, miközben hősies, szívfacsaró zene szól. Talán árnyalja a képet, hogy a Hazafit egy 2011-es felmérés alapján az emberek az egyik történelmileg legpontatlanabb, tényeket elferdítő, semmibe vevő alkotásnak tartják, és történészek, történet tudósok háborodtak fel a film egészen elképesztő keszekuszaságán. A főszerepben az egyébként kiváló színészt, Mel Gibson-t láthatjuk, aki egy Benjamin Martin nevű férfit alakít időpont 1776, helyszín Dél-Karolina. Benjamin Martin már rég hátat fordított a háborúnak, csak a családjának él, hét gyermekét neveli egyedül, ugyanis felesége nemrégiben elhunyt, miközben zajlik az amerikai függetlenségi háború. Azonban amikor angol vörös kabátosok támadják meg otthonát, a férfi egy milíciát toboroz és bosszúvágytól fűtve harcba indul az angol csapatok ellen. Az emberek imádják a családjáért és hazájáért harcba szálló bátor, nemes szívű férfit. Már Gordon, a film producere úgy nyilatkozott: A filmnek igen komoly történelmi háttere van, és a művet valós történelmi események és személyek inspirálták. Na no, lássuk ezeket az eseményeket, szereplőket, vajon mennyire felel meg a filmvászonbeli ábrázolásuk szemben a valósággal. A Mel Gibson által játszott Benjamin Martin sosem létezett fiktív karakter, a film rendezője Roland Emmerich azonban elmondta, személyét olyan történelmi személyek inspirálták, mint Nathaniel Green, Daniel Morgan, illetve Francis Swamp Fox Marion, a mocsári rókának nevezett katonatiszt, aki 1775-től 1783-ig szolgált az amerikai függetlenségi háborúban. Úgy tűnik, Francis Marion volt az elsődleges befolyás, ugyanis a filmben megjelenő gerillaharcok taktikájának alkalmazása, a milicisták gyűjtése, valamint a hírszerzés módozatai egyenesen Marion életrajzából származnak. A filmben Martin földjén felszabadított rabszolgák dolgoznak, azonban a valódi Francis Marion tulajdonos volt, aki hírhetté vált rabszolgáinak megerőszakolásáról, illetve a háború alatt több felszabadított rabszolgát is kivégzett. Marion ismert volt még a cseroki indiánok üldözéséről és meggyilkolásáról, rengeteg indián vére tapad a kezéhez. Spike Lee rendező így kritizálta a filmet a Hollywood Reporternek ez a film három órán keresztül kikerüli, vagy teljesen figyelmen kívül hagyja a rabszolgaságot, vagy az indiánok üldözését. A hazafi egy döbbenetesen kirívó amerikai hollywoodi propaganda, a történelem teljes elferdítése. Újfent problémás, hogy a film az angolokat vérszomjas gyilkosokként igencsak általánosítva mutatja be. A hazafi fő gonosztevője a Jason Isaac által alakított William Tavington, akinek alakját Banestro Tarleton brit tábornokról mintázták, és aki a brit csapatokat a Kaupensi csatában vezette. Az egyik jelenetben Tevington egy templomot gyújt fel, melyben nők és gyermekek vannak. Bár természetesen a háború során számos civil hunyt el, illetve égtek épületek, egyetlen bizonyíték sincs arra, hogy Banestré Tarleton ilyet cselekedett, vagy megszegte volna a háború szabályokat. Szintén a két nép ellentétes nézőpontját bizonyítja, miszerint Tarletont Amerikában mészárosnak nevezik, addig Liverpoolban hősként tekintenek rá, míg Francis Marion angliai szemmel nézve egy rabszolgatartó indián gyilkos, míg az amerikai közvélemény szemében Marion a hős. Egyébként ezen templomégetést néhány évszázaddal később egy SS páncélos hadosztály a második világháború idején valóban megtette a francia oradur sur glénben ahol egy templomba szorított falu lakosságát kiirtották, az áldozatok között 200 gyermek és 247 nő volt. Egyesek szerint ezt az eseményt emelte Amerika hazafiba, ezáltal a nácikhoz hasonlítva a briteket. A kritikusok szerint a hazafi az egyik legnagyobb hibát követte el, az igen divatos Amerika istenítés hibáját. Michael Lind, a Slate újságírója úgy jellemezte a filmet, mint egy mélyen felforgató, hazaszereteted, dicsőítő alkotás. Ben Rubin történész viszont erre azt felelte, az amerikai forradalom egy olyan véres konfliktus volt, mely gyakran szembeállította a szomszédot a szomszéddal, és ez nemzeten belül is súlyos atrocitásokhoz vezetett. Minden esetre nagyon jó lenne végre egy olyan nagyszabású történelmi filmet látni, amely objektíven, politika és nemzeti előítélet mentesen mutat be egy korszakot, történést. Sajnos a hazafi egyáltalán nem egy ilyen alkotás. Az tagadhatatlan, hogy a filmművészet olyan embereknek való, akik páratlan fantáziával vannak megáldva, azonban egy történelmi filmnél igenis minden rendezőnek kutya kötelessége lenne a valóságot bemutatni, és nem egyoldalúan saját nemzetének szemszögéből, hiszen mindkét oldalnak vannak jó és rossz tulajdonságai, nem ér az egyiket kicsinyíteni vagy nagyítani. Simon Törli építészet történész azt nyilatkozta: Szomorúnak tartja, hogy az iskolából kiszabaduló gyerekek alig tudnak valamit országuk történelméről, mert a történelem hamisító, pontatlan, egyoldalú filmekből merítik az ismereteiket. Természetesen változó, kinél művelik ki a biztosítékot az, hogy egy-egy filmben esetleg az adott korszakra nem jellemző motívumot, ruházatot visel egy-két szereplő, talán nem a világvége, az viszont elképesztően káros és álságos, ha egy nemzetnek csak az érdemeit, egy másik nemzetnek pedig csak a szörnyűséges tetteit emeli ki egy film, mert az eféle hozzáállás elképesztő zűrzavart és torz világnézetet alakíthat ki az emberek fejében. Nektek mi a véleményetek a témakörről? Elméleteiteket, gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel itt és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm minden csatorna tagnak a támogatást. A következő epizód a jövő héten érkezik, melynek témája Temilin lepört rejtélyes eltűnése. Szép napot, sziasztok!